Ó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy rávezettél. Hogy mi a különlegesség? A nyitott szív. They think they wear crowns 100 times over without a thought they're proud. Szóval itt vagyunk a harmadik kaffeinben. Ez az első pesti kaffein. Pont ugyanaz a koncepció, mint az összes többi helyen. A kávéból a Hezbint adjuk, és a Van Eleven kávéját, ami ugye saját pörkölés, Molnár Attila pörköli nekünk. A különlegessége az, hogy pont ugyanolyan, mint minden másik hely. Pont az a lényeg, hogyha ide bejössz, és itt kérsz egy kávét, pont ugyanolyan jó kávét fogsz kapni, mint a másik két helyen. Ugyanúgy el tudsz beszélgetni a kávéról, a barisztákkal, nagyon finom süteményeink vannak, és kicsit bővebb reggelit szeretnénk majd adni a vendégeknek. Az a koncepciója a kaffeinek, hogy nem hiszek abban, hogy mindegyiknek pont ugyanolyan annak kell lenni, attól lesz egységes. Nagyon fontos a belső dizájn. Bertóti Eszter az, aki nekünk ebben segít, és mindenhol az anyaghasználat az visszatükröződik, de mindig valami építészetileg valami új dolgot szeretnénk. És így jött a nyitott pult, ami kicsit nyitott, kicsit zárt, de mindenféleképpen egy izgalmas történet, hiszen a pultnál ülve látod, hogy a barista elkészíti a kávét számodra. Nem sztár barisztákat keresünk, nem kész embereket keresünk, hanem sokkal jobban szeretjük azt, hogy egy jó csapatot jó kis személyiségekkel összeválogatni, és segíteni a fejlődésben. Igazából nekem a testvéremtől, Dávidtól jött nagyon ez a kávé iránti mozgalom, úgyhogy elég sokat jártunk az elmúlt időben különböző kávézókban, és nyilván megfogalmazódott bennünk az, hogy mi szeretnénk egy nagyon jó helyet nyitni. Azt hiszem, a világbajnokság után véglegesedett ez a dolog, hogy megnyitjuk ugye a harmadik Caffein Espresso bárt, ami szerintem egy nagyon nagy dolog, így, hogy tudunk valami más is csinálni a sport mellett, ráadásul egy olyan dolog, amit nagyon szeretünk és kedvelünk. Én leginkább így a háttérmunkálatokban vettem részt, jártam önkormányzatban, meg hasonló egyebek, meg ugye a dolgokat beszerezni, ugye az interneten lévő megjelenés egy része, mondjuk az én feladatom. Én sajnos még nem tanultam ki a baristáskodást, úgyhogy igyekszem majd ezt orvosolni, mert engem is amúgy nagyon érdekel, és tiszta ciki volt, hogy múltkor bejöttek és megkértek, hogy öntsek egy kávét, és nem tudok, úgyhogy mindenképpen ezt meg fogom tanulni. Én vallom azt, hogy egy helynek lelke van, és csak akkor működhet jó, hogyha a főnökök is itt vannak, és figyelik, hogy mi zajlik itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp, hogyha itt vagyok, és ugye nem edzőtáborban, akkor itt fogom tölteni a napom nagy részét. Nem is tudom, hol kezdjem. Hát régen nem nagyon szerettem a kávét, nem mondom őszintén, mert nem is ittam soha. Ez ilyen 2-3 éve kezdődött, hogy edzés után van egy csomó időnk, nagyon éhesek vagyunk, meg szomjasak, és elkezdtük járni reggelizni, meg tényleg kicsit kávézgatni, és tökre megtetszett ez az egész, meg nagyon megszerettem az ízét, imádom a cappuccinót, úgyhogy lehet, hogy nem is a kávéba szerettem bele, hanem a tejhabba, vagy nem tudom mibe. És nagyon tetszettek a minták, és gondoltam, hogy én is megtanulom, és a Dávid a tulajdonos társammal egy ilyen barista versenyen találkoztunk pont, és akkor neki mondtam, hogy fú, nagyon érdekel, hova tudnék elmenni, megtanulni ezt, és igazából egyből beállított a saját kávézójába, így szerda-szombaton. És ott kell gyakorolgatnom, meg kasztáznom, meg mosogatnom. Ezt nem látta át, de azért azt is élveztem. Szeretek bejárni nagyon, meg besegítek a többieknek. Úgyhogy nagyon élvezem ezt a dolgot, hogy csinálok, beszélgetek sok mindenkivel, meg kicsit én vagyok itt a házigazda. Elvileg van szakács végzettségem, az, hogy szakács vagyok-e, vagy nem, azt azért azzal mostanában vannak gondok. A reggelivel is azért most egy kicsit meg vagyunk akadva, mert ez mégiscsak egy kávézó, nem szeretnénk azt, hogy a reggeli része így elvigye a dolgokat, úgyhogy ezt még egy-két hét mire beindulnak itt a dolgok, de azért a hangsúly nagyjából a kávé meg a teán van itt, és azt meg profi szinten próbáljuk itt hozni.